Na sziasztok, most jöttem ki a Tesco-ból, és semmi erőm hazacipelni, meg kimenni a buszmegálló. Buszmegálló, tudjátok honnan, jó messze van innen, és most leültem ide, és hívtam egy taxit magamnak, ez van, és ott megmutatom, miket vásároltam. Egyébként rohadt sokan vannak tényleg. Nem tudom, hogy a magyar mentalitás az miért jó, hogyha ilyen hosszú, egy napra bezárva volt, akkor mint a háborúra készülnek és felvásárolunk mindent. Mondom ezt én, aki eljött ugye, de én ugye azért látjátok, aki nyomon követ, én minden nap bemegyek a boltba, én ezt imádom, én ezt szeretem, én megyek, csinálom, de hát, hogy nagyon sokan voltak most is, és iszonyatosan sokan voltak, és vásárolnak, nem érzékelem a gazdasági válságot, nem érzékelem az embereken azt, hogy tényleg valóban válság lenne, amit én purálok is. Hát ez van. Na, mindjárt jön a taxi. Várom a taxit. Intettem a taxisnak, hogy hát itt vagyok, hát itt ide jöjjön. Ja, értem. Ez a Tóberekben van? Igen, a Tippan utca 2, igen, Tippan utca 2, igen. Azon izéltem, hát mondom, messze van a buszmegálló, de már így is jöttem el otthonról, hogy valószínű taxival jöjjek haza. Hogy kijönne idáig valami taxi egyáltalán. De akkor ezek szerint itt van az állomás valahol. Az Osannál, a másik oldalon, ugye? Igen. Hát ott általában van. Aha. A vízga az, amit van, olyan, hogy nincs, de most van. Aha. Régóta taxizik? Én? Hát. Nem olyan nagyon, 6 éve. 6 éve? Oh. Elég is ebből ennyi. Elhiszem. Reggel óta kint van? Nem. Ja. Most kezdem. Ja, mert hétvége van. Hétvégék erősebbek általában, ugye? Vagy nem? Hát, vagy most már a válságban ki tudja. Így volt. Aha, azért mondom, hogy ez most... Most ki tudja, mi történik az embereknek a pénztárcájában. Hát, amikor én elkezdtem, de most gyengus, nincs pénz. Meg is érkeztünk, itthon vagyunk, sokkal gyorsabb volt. Amivel kezdeni szeretnék, az az, hogy a pajtásnak vettem ilyen játékot. Ezt nem tudja szétrágni, és az, hogy vettem, hogyha elmegyek itthonról dolgozni 8-12 órában, akkor ezeket a szövető anyagú játékokat nem merem sose bent hagyni neki, ezáltal nincs benne neki semmi, mert mi történik, ha úgy rágja szét, meg akar a torkán, nincs itthon senki, ugye, akkor mit csinálunk? Akkor vettem neki még ezt. És ami nagyon fontos, és megint kezdek kiakadni, újabban megint elkezdett a pajtás válogatni, és az a terv, hogy egy kicsit kiéheztetem, és most kapni fog egy ilyet, ami 2600 forint, nedves tápot, eddig csirke, csak a csirkenek adta meg eddig, de most megint nem eszi meg. Úgyhogy most megint kibaszunk vele. Na, ha valaki ilyes, majd meg fog jönni, igaz? Jaj, várjátok. Na, itt vagyok. Ez a kettő öblítő volt 1500 forint. Tesco-s, de jó illata van, nekem bejött. Vettem sárga barackőlekvárt, azért vettem, hogy... Mi ez? Lekváros. Piskóta tekercset szeretnék csinálni. 1200. Ez a kettő. A hagyma volt 705 forint. 530 a negró, az a mézes negró. 130 forint vaníliás cukor. Kutyának vettem hipogén szemét törülgetni kell, egy nedves kendőt. Bio zsákot vettem 405 forint. Bio zsák, 3 darab energiaital. Ennek nem mondom az árát, fölösleges. Laktózmentes ligavaj Tesco-ban 450 forint volt, most jó árba volt. Tejet vettem 305 forint. Friss petrezselymet vettem a leveshez. Tojást vettem süteményekhez 1200-ért. 200 volt a tojás.
Orszírnyó, Ornyíró, Szörnyíró. A Super Shop kártyában 8000-ről, 2000-ről leakciózva. Kedves fiam, fiúk, ha neked is hosszú a szőr a lukatba, akkor itt ezt tudom neked ajánlani, zavar, akkor vegyél, vásároljál. Egyébként most a minden ilyen porszívó, vagy minden ilyen konyhai eszközökre ilyen 40% kedvezmény porszívók voltak 40-50 ezerek, és ilyen 17 ezerre el tudod hozni, hogyha van kártyát, Super Shop kártyát. Érdemes elmenni, nézd, menjél le, és nézd meg! Ám porcukor, 300 a hókipihen, szeretnék, nincs meg itt a deszezonja, tudom, még mielőtt leszólnál, de megkívántam. Ehhez vettem 1300 forint volt a dió, nem rendes dió, hanem dió bér, de nekem ez nagyon jó lesz, amit mondjuk mandula helyett lesz. Sütőport vettem, a leves szeretnék csinálni kacsából, kettőt vettem, 2400 forint volt egy, itt 4800 volt ez a kettő. Nem volt rendes zöldség már, úgyhogy fagyasztotta. Bám, fagyasztotta fogjuk csinálni. Jó ez. Ott vettem Super Shop kártyával, nem Super Shop klub kártyával. 305 forint volt. Másfél kiló csirkenyag a kutyának. 1080. Chipset vettem. És ennyi is ráncok. Igen, elhiszem, hogy tudni akarod, hogy mennyit fizettem. Igen, elhiszem, hogy mit akar. Elmondom neked. Így, hogy volt kártyám, mert minden akciósan próbáltam vásárolni, mondom neked, úgy mondom neked, hogy 27.242 forint volt ez a akció. Plusz a taxi, 31.000-re megálltunk. Csókollak! Jó napot, uram! Jó napot! Ne, a chipset egyed, te szarházikos! Hoztam neked játékot. Várjál, gyere, gyere. Jaj, várjál, kibontom. Kibontjam? Kibonthatom? Na, elmondom neked, kis kukidna, hogy ezt nem tudod szétrágni, nesze. Ezt 12.000 fizettem, érte. Tudjátok, ezt nem tudja szétrágni, ez nagyon nehéz, hát ez nagyon nehéz. Na, már rágni akarja, nézd meg ide, bebaszta magát, nézd. Szarú seggeddel? Örülsz neki, mit hazod neki a pálya, szerelme? Mindig. Már rágnáz, nézd, nem tudja szétrágni. Nem tudod szétrágni, Pajti. Nézd meg. Bolond vagy-e? Nézd meg, mondom, hogy bolond. Van baj! El tudod mondani nekem, hogy te most mit csinálsz? El tudod nekem mondani, hogy tetszik a játék, vagy nem tetszik a játék a kis seggettel? A jó kis seggettel? Igen? Mit hozott neki a pálya? Adjál csak úgy gyorsan. Csókot kérek gyorsan. Nem, most a játék az nagyon fontos a játék. Az most nagyon... nagyon fontos a srácok a játék, mert az kielégít a vágyait, érted? Nézd meg, Nick az a jó segg neki, ne? Jaj, ki ez a jó segg? Hát nem a pályé? Nézd meg. Jó, hogy kettőt vettem neked a szaros seggettel. Bám, Pajti! Olyan vagy, mint egy rossz róka, elbaszott kis róka. Jaj, de jó, nézd meg, nem tudja szétrágni. Jaj, hát idegben. Ne, nézd meg, szétbassz az ide. Ezt nem tudod szétrágni, egy könnyen? Szerelmed a fogadra... Jaj... Nézd meg, tiszta mafiózó. Mondom, hogy van baj ebbe a családba. Na jó van, sziasztok!